A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sikert sikerre halmozott már diákként a diákévek alatt, gyönyörűen szaval, és tényleg elmondhatom, hogy a mai napig is nagyon sikeres, és mi ezt kívánjuk neki a jövőre is. És képzeljék, kedves nézőink, hogy a mai vendégem, aki velem szemben ül, nem először érkezett ide a Fehérvár Televízió stúdiójába, és nem először lépte át sem a híradó, sem a Fehérvári Beszélgetések stúdiójának kapuját, ajtaját. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm itt a Fehérvári Beszélgetések műsorában Vambach Bukosza Zitát itt nálunk. Szia, Reni, köszönöm szépen a meghívást. Jól mondtam a neved? Igen, jól mondtad. Okay. Most mert már hogy ez, van mert egy hogy elő ez új, még egy kicsit. Igen, ez még friss. De még mielőtt belevágnánk a közepébe, mesélj kérlek arról, hogy milyen érzés volt betérni újra ide hozzánk, mert majd mindjárt elmondjuk, hogy hát valóban nem először jársz itt nálunk, sőt. Nagyon jó érzés volt, és köszönöm szépen tényleg a meghívást. Pont köszöntöm itt a fiúknak, régi kollégáknak. Nagyon régen jártam itt, már kicsit meg is változott azóta a stúdióban. Aha. Pár dolog, amióta itt jártam, de nekem alapvetően Fehérvárra lejönni, vagy hogyha a szüleimhez jövök itt, ők ugye Fehérvár közelében laknak, aha, az is nagyon jó érzés, mert nagyon sok régi szép emléket a diákévekből, meg így akár a Fehérvár TV-ből is felidéz bennem, úgyhogy jó érzés újra itt lenni, és egy kicsit úgy érzem, hogy akasztják a hóhért, mert én szoktam a te szerepedben lenni, de majd megpróbálok jól, igen, jól válaszolni. És ebben mindjárt bele is vezetjük a nézőket, vagy bevezetjük a nézőket, mert hát azt akkor elmondhatjuk a közönségünknek, hogy tulajdonképpen már ismerhetnek a fehérvári diák életből is, mert például akár a versünnepet is, hogyha fellapozzuk a régi cikkeket, videókat, ott is nagy-nagy sikereket értél el, méghozzá egészen pontosan, ami a legnagyobb sikert hozta, az az 5. fehérvári versünnep. Visszautazunk egy kicsit az időbe? Igen, ez már 2014 volt talán, amikor az 5. fehérvári versünnepet megnyertem. Az volt a második versünnep, amin részt vettem. Az előző évben második lettem, hogyha jól emlékszem, és akkor már nagyon megtetszett ez a közeg, meg főleg az a tábor, ami a nyeremény tulajdonképpen ott a döntőbe jutott versenyzőknek, vagy diákoknak. És aztán a következő évben meg sikerült megnyerni, és igazából ott került így a Fehérvár TV is a szemem elé, mert hogy ott készült velem valami kis interjú, aha, és akkor utána a nyáron kezdődött ez a gyakornokság, hogyha jól emlékszem, ami egy kicsit tovább, hogy hosszabbra nyúlt, mint terveztem, de ennek nagyon örülök. Úgyhogy a versünep az egy nagyon jó élmény volt. Mondhatni talán, hogy így a megkoronázása volt a nagyon sok előző ilyen szép kiejtési, meg versmondó versenynek, mert én tényleg egészen kicsi korom óta nagyon fogékony voltam erre. Most pont eszembe jutott, hogy a karácsonyi időszakban nézegettünk ilyen régi felvételeket a családdal, és ilyen nagyon kínos anyáknapi fellépések vannak rólam, amikor óvodás fellépés van, és elmondom a kis versemet középen, és utána végig tátogom mindenki másnak a versét, szóval, hogy valahogy tehát már ott látszódott az, hogy neked a kommunikáció tulajdonképpen az alappillérek közé hát tartozik, ami igen, a te hobbidat, igen, vagy akár ugye a későbbi szakmai, tehát vagy mondhatjuk, igen, hogy a hivatásodba, ami belefoglaltatik. Maradjunk még egy kicsit a versünnepnél, mert hogy ugye ott a Vörösmarty Színháznak a színészei tulajdonképpen mentorálják a versenyzőket. Téged ott ki mentorált akkor? Kozák Ferenc volt színművész az én mentorom akkor, és hát ez egy szintén nagyon tanulságos időszak volt, tehát hogy nyilván egy, nem is jó azt mondani, hogy egy kezdő versenyzőnek, mert igazából mindenki számára, aki ott ugye abszolút diák, teljesen ismeretlen ez a világ, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó volt, hogy valaki ott egyengette a sorsunkat, igen, meg egyáltalán, igen, elmondta, hogy mit gondol a versmondásunkról, úgyhogy jó volt ott a közös munka, meg korábban én szerintem már talán interjúztam is vele, vagy így a színházi berkeken belül találkoztunk, úgyhogy
Úgyhogy abszolút egy nagy élmény volt az, hogy hétről hétre, hogy tudtunk egyeztetni, mondtam a kis versemet, és egyébként elég szigorúan is vette, hogy visszaemlékszek, hogy minden abszolút úgy legyen, ahogy megbeszéltünk. Gondolom ezt az de ez abszolút a javára válik így a versenyzőnek. Van, így van. De igen, így azért van. Komolyan vettük ezt a felkészülési időszakot. Akkor. És szerintem ez tényleg nagyon fontos volt a ti terelgetésetek szempontjából, hogy kellő szigorral álljanak hozzátok, hiszen tényleg egy kis felnőtthöz, így van, ez tényleg nagyon jó kifejezés. És hát meg is lett a gyümölcse. Mit szóltál akkor, amikor az 5. fehérvári versünnepen a te neved hangzott el az első helyezett ismertetésekor? Hát nagyon boldog voltam, meg egy kicsit meg is illetődtem. Tényleg akkor erős volt a mezőny, tehát hogy úgy emlékszem vissza, hogy ezért nagyon, nagyon jó előadások hangzottak el, úgyhogy nem számítottam rá. Úgy voltam vele, hogy az első háromba bekerülök, akkor nagyon boldog leszek, és akkor már, amikor a harmadik és második helyezett nevét kimondták, akkor ott nagyon elkezdtem izgulni, hogy hátha. Úgyhogy nagyon nagy boldogság volt, nyilván ott fotózkodás, mindenféle emléklap, meg minden, amit kaptunk, az nagyon jól esett, és utána tényleg így komolyabban elkezdett e felé orientálódni a pályám. Szóval győzni, ugye a fehérvári közönségnek sokat mondhat ez a fajta kommunikációs bajnokság, ott is szerepel a neved, de ott már zsűritag voltál, hogyha jól emlékszem. Igen, ott megkértek arra, hogy zsűrizzem a fiatalokat, hát ezt a felkérést is jó szívvel fogadtam, mert ráadásul ez egy olyan verseny, ami tényleg nagyon komplex tudást mutat. Tehát nem csak adott esetben úgymond, nem csak egy verset kell megtanulnia a versenyzőknek, hanem azt hiszem vitahelyzet is volt. Igen, tényleg a vitahelyzet. Volt olyan, amire nem is tudtak felkészülni, hanem húzniuk kellett témát, hogy így az aktuális társadalmi kérdésekre reagáljanak. Igen, kifejtős témák is voltak. Úgyhogy az abszolút egy ilyen komplex előszobája annak, hogyha például valaki a médiában akar dolgozni, mondjuk akár híradóban, vagy politikai témájú műsorokban, akkor azért nagyon felkészültnek kell lenni minden téren. Úgyhogy jó volt, meg nyilván először voltam olyan szerepben, hogy én értékelek, és tudtam, hogy milyen érzés ott állni versenyzőként. Ez nagyon fontos. Igen, hogy mennyire izgulnak olyankor a versenyzők, és hogy talán hogy lehet így a tanácsokkal is segíteni, hogy ők egyre ügyesebbek vagy jobbak legyenek még a jövőben. No, de amikor te már ott zsűritagként részt vettél ezen a versenyen, akkor már bőven-bőven benne voltál a média és a kommunikáció világában. Egy pici lépcsőfokkal visszaugrunk, tehát akkor hogyan került képbe a Fehérvár Televízió? A Fehérvár Televízió a versünnep után jött szóba, és én egy nyári gyakornokságként kezdtem itt a pályámat, úgyhogy tényleg minden, ami így a televíziózás és hát főleg a híradózás alapja, azt itt tanultam meg, itt készítettem el az első interjúmat, itt voltam az első forgatásomon. Egy nagyon jó közeg tagja lehettem, én úgy emlékszem vissza, hogy ezért nagyon jó volt ide bejárni, és hát emberileg is sokat tanultam, meg szakmailag is nagyon sokat tanultam. Az első élő bejelentkezések, tudósítások akkor voltak, igen, ami később ugye nekem úgymond egy nagy előny volt már először az M5 kulturális csatornához kerülve, hogy ez már nem egy feltétlenül új terep volt, és egy abszolút szép időszakként emlékszem vissza rá. Örülök, hogy még a nagy országos televíziózás előtt ez nem maradt ki. Hát nem fog kimaradni az országos televíziózás sem, de azt azért hadd osszam meg a nézőkkel, hogy amikor te ide először beléptél a Fehérvár Média Centrum kapuján, és betértél hozzánk a Fehérvár TV szerkesztőségébe, arra abszolút nagyon-nagyon kristálytisztán emlékszem, hogy a pasik, a férfiak, az operatőrök, a vágó kollégák, mint minden új hölgynek. Hát azért üdvözlik, hozzá kell tennünk, hogy nem csoda, hiszen egy nagyon gyönyörű nő vagy, akkor még nagyon lány voltál, vagy. De azért ez nem csoda, és aztán az első anyagaidnál megtapasztalhattuk, hogy ez a szépség nem csak kívül, belül is ott van, sőt tudás is párosul mellé, lexikális tudás, tanult tudás, tárgyi tudás, minden ott volt, ami neked kellett, és nem véletlen az, hogy aztán nagyon hamar a híradó műsorunknak is oda kerültél tulajdonképpen a stúdió pultjához. Erre hogyan emlékszel vissza, hiszen nagyon sok híradót levezettél itt nálunk. Igen, itt ültem egyébként, a nézők nem látják, itt volt egy ilyen híradós pult, és onnan jelentkeztem be.
nekem ez egy ilyen régi vágyam volt, vagy amikor néztem a televíziót, akkor mindig valahogy a híradó megfogott, és úgy el tudtam ott képzelni. Aha. Magamat, úgyhogy még arra is emlékszem, hogy egy ilyen kék zakóban voltam, amikor a legelső híradómat felvettük, és iszonyatosan izgultam, de mindenki nagyon segítőkész volt, és hát szerencsére nekem az izgalom az így a javamra tud válni, tehát hogy belül nagyon izgulok, de aha, valahogy az adrenalint fel ként tudom nem látszódott egyébként, dolgozni. Külsőleg abszolút nem jött le. Pedig még a mai napig van sokszor, hogy azért aha, így egy kicsit izgulok, egy egészséges izgalom az mondjuk jó, hogyha az jó, ha van az emberben, de nagyon-nagyon jó volt itt híradósként lenni, főleg úgy, hogy volt, hogy aznap még mondjuk forgatásokon is igen, részt vettem, összeállítottam anyagokat, és akkor este meg élőben itt bejelentkeztünk. Meg hát cikkeket is írtál. Mi volt ezek közül a felületeink közül, az online, az nyomtatott sajtó, illetve a televíziózás, a szerkesztő-riporteri munka, amire úgy emlékszel vissza, hogy talán a legjobban a szívedhez nőtt itt nálunk? Igen, írtam cikkeket is, de az biztos, hogy ami a leginkább a szívemhez nőtt az a szerkesztő-riporteri lét. Én nagyon szerettem kimenni terepre, és tényleg élő helyzeteket megoldani. Szerintem azok, akik kicsit félnek attól, hogy mondjuk tudósítsanak, vagy élőben bejelentkezzenek, azok pont a varázsát nem érzik talán ennek a műfajnak, de hát ezt most jó embernek mondom, mert te is tudnál róla mesélni, hogy megvan azért annak az izgalma, meg szépség, amikor az ember felkészül valamire, és aztán nem az történik, és le kell reagálni, hogy mi van ott élőben, de közben meg pont ez adja a szépségét is ennek a műfajnak, hogy nagyon jó dolgok tudnak ebből kisülni, és megtanulod kezelni tényleg életszerűen ezeket a helyzeteket, úgyhogy én a riporteri létet azt egyébként nagyon szerettem, a híradót is, de annál mondjuk még egy fokkal izgalmasabb volt, amikor elmentünk forgatásokra. Én azért azt gondolom, hogy méltán lehetünk rád büszkék, mert tulajdonképpen szemtanúi lehettünk azoknak a bizonyos lépcsőfokoknak a megtételének, amiket te bejártál, mert hogy aztán egyszer csak, hát ha nem is feltétlenül hirtelen, de szárnyra keltél innen Fehérvárról, és a Fehérvár Média Centrum berkeit elhagytad, átlépted a kapunkat, és az országos televíziónál folytattad az utadat, méghozzá az M5 kulturális csatornánál. Oda, mi az, ami téged oda sodort? Mert azt már tudhatjuk, hogy a kultúra mindig is a szerelmed és a lételemed volt. Igen. És még mi volt az, de most is ráz egyébként a hideg, mert a kultúra, én azt gondolom, hogy nagyon sokunk szerelme. Igen. Vakler Lajos kollégánk azt hiszem, hogy most bátran nézi a televízió készülékek akivel előtt a egyébként beszélgetést. Volt, nagyon jókat találkoztunk, igen. Szóval mi sodort téged oda a kultúra igazi, valódi tengerébe? Hát az M5-ön úgy indult a pályafutásom, hogy én ugye a Corvinus Egyetem kommunikáció és médiatudomány aha, szakán végeztem, és ott volt egy nagyon kedves tanárom, aki később a konzulensem is lett a szakdolgozatomnál, Veszelszky Ágnes, aki egy nyelvész, és ő többször volt vendég különböző műsorokban ott az M5 csatornán, és hát mondta, hogy szerinte érdemes oda beadni az önéletrajzomat, vagy érdeklődni, hogy keresnek-e esetleg embert, és akkor ez nekem nagyon megtetszett, és aztán sikerült beadni, de azt hiszem, hogy egy 2-3 hónapig nem is kaptam semmi információt, aha, el is engedtem, hogy hát ebből most valószínűleg nem lesz semmi, és akkor utána egyszer csak megcsörrent a telefon, és mondták, hogy szeretnének egy beszélgetésre behívni, és akkor onnantól ott is egy ilyen gyakornoki program vette kezdetét, ez körülbelül egy évig tartott az MTVA gyakornoki programja, és akkor ott belekóstolhattam az igazi nagy országos televíziózásba, és bekerültem egy nagy szerkesztőségbe. Igazából minden hasonlóan zajlott, mint itt, csak nagyobban. Tehát, hogy nagyobb forgatások, nagyobb stábok. Meg nagyobb léptékben, gondolom. És talán mondhatjuk is, hogy nagyobb léptékben haladtunk. Viszont azért tényleg hálás vagyok, hogy nem volt teljesen újdonság, vagy új víz abszolút, számomra igen, már. Igen. Mert az, hogy hogyan kell egy interjút elkészíteni, vagy egy élő bejelentkezést, abban már volt valamennyi tapasztalatom. Mondhatjuk, hogy a szerelmeddé vált az M5, tagadhatatlanul, igen, én azt hiszem.
hogyha egy mondattal meg kellene fogalmazni, hogy mit adott neked az M5, mert hogy aztán mindjárt áttérünk arra, hogy most már megint egy kicsit más vizekre vesztél, akkor mi lenne az, amit tulajdonképpen ott kaptál az emberektől, mint szakmai tapasztalatot, emberséget, lexikális tudást tekintve? Mi az, amire büszke vagy, és amivel úgy érzed, hogy te ott gazdagabb lettél? Hát egy mondatban nehéz megfogalmazni, de most, ami eszembe jut, az mindenképpen a tényleg az alázat, a szakmai alázat és a kitartás. Szerintem sokaknak vannak még nagyobb vágyaik, hogyha mondjuk riporterként dolgoznak, vagy akár egyszer műsorvezetőként szerepeljenek valahol, de meg kell érteni, hogy ahhoz vezet egy út, és az általában nem mindenkinek jön egyből, és túl kell lendülni ezeken a szakmai vívódásokon, és elfogadni azt, hogy neked még tanulnod kell, vagy hogy majd jön egy olyan műsorformátum, ami esetleg jobban felfigyel rád. Úgyhogy én az M5-nek is nagyon hálás vagyok, főleg a kollégáknak, tőlük nagyon-nagyon sokat tanultam. Ez az, ami eszembe jut, hogy tényleg szakmai alázat és kitartás, és hát a kultúra, színház, koncertek, klasszikus zene szeretete, ami egy fantasztikus tárház itt szerintem Magyarországon tényleg, és nem csak Budapesten, de nyilván abszolút, mondjuk a fővárosban főként. Én emlékszem arra, amikor az ottani bejelentkezéseidet vagy éppen élőben, vagy éppen felvételről megnéztem, mindig az jött le a bejelentkezések kezdetekor már, hogy mindig nagyon felkészült, vagy itt is az voltál egyébként, de hogy mindig az jött le, hogy tudod ki az interjú alany, tudod azt, hogy ő milyen pozícióban van, mi az ő története, mit kell kérdezni, és azt gondolom, hogy a riporternek az egyik legfontosabb feladata mindig az, hogy az adott interjú alanytól kérdezzen, és jót kérdezzen, mert hogyha jót kérdezünk, akkor olyan választ kapunk, ami valóban releváns, illetve érdekli a nézőt. Néha nehéz ezt a kettőt talán összeegyeztetni. Én azt gondolom, elfogultság nélkül mondhatom, hogy neked sikerült, mindig felkészültem, mentél a helyszínre. Igen, mert azért voltak necces helyzetek, tehát hogy azért sokszor előfordult ott nyilván egy híradós műfajban az, hogy hirtelen kell az embernek mennie, úgyhogy én azért emlékszek olyan élő bejelentkezésekre, ahol az autóút alatt kellett felkészülni arra, hogy na most akkor hova ez és kihez megyek van. És hogyan. Úgyhogy nyilván a lényeg az, hogy a néző már azt lássa, hogy nagyon felkészült vagyok, és minden rendben van, de azért amikor volt rá időm és előre tudtam, akkor mindig törekedtem arra, hogy utána nézzek és felkészüljek. Ez nekem mindig adott egyfajta biztonságot. Aha. Van, aki nagyon-nagyon szeret teljesen rögtönözni, és azt mondani, hogy ő pont attól nyugszik meg, hogy nincs pár kérdés, amit előre megírt, és akkor ő ahhoz ragaszkodik. Igen, és ha véletlen nem úgy teszi fel, akkor probléma van. Nekem azért mindig megnyugvást adott, hogyha kicsit utána vannak néztem. Vannak ilyen támpontok, abszolút érthető. És voltak támpontok, de hát aztán tényleg az a szépsége, hogy ettől meg el lehet, vagy van, amikor el is kell térni. Igen, abszolút. No, de megállunk az M5-nél egy pillanatra, vagy legalábbis néhány percre, hogyha jobban akarom mondani, mert hogy az M5-tel nem csak a kultúrát, mint szerelmet találtad meg, hanem a valódi igaz szerelmet és társat is. Ez hogyan történt veled? Mert hogy mára már házas vagy. Így van, de egyébként nagyon érdekes, mert hogy nekem a szerelem is Fehérvárhoz kötődik, mert hogy hát az első nagy szerelem lett végül az, ami házassággal végződött. Azt a mindenit, és ezt nem tudtuk. Ez egy érdekes történet, mert hogy mi az érettségi nyarán ismerkedtünk meg Dominikkal, és akkor egy ilyen tényleg mindent elsöprő nagyon intenzív szerelem volt, ami körülbelül másfél évig tartott, és akkor utána, hát azért neki még kellett a szabadság, meg hogy kicsit kibulizza, kibarátnőzze magát, úgyhogy akkor ott én eléggé összetört szívvel jöttem ki ebből a kapcsolatba, de tudjuk, hogy azért ezen sokan keresztül mennek fiatalon, de az mindenképpen megmaradt, hogy mi nagyon fontosak vagyunk egymásnak, és valami nagyon erős kapocs közeli és erős kapocs az, ami kialakult, és utána majdnem 4 évvel később találkoztunk újra. És hol találkoztatok újra? Hát igazából a születésnapomra írt, és akkor még így online kezdtünk el beszélgetni, és szerintem lehet, most ebben nem vagyok biztos, lehet, hogy Budapesten volt, de lehet, hogy Fehérváron volt az újra találkozás is, az első újra találkozásunk.
És hát akkor nagyon, nagyon éreztük, hogy tulajdonképpen mi az, amit azóta is kerestünk másokban, de nem annyira találtuk meg. Úgyhogy végül is így az első szerelem újdonsult verzióban lett az, ami a házassággal végződött szerencsére. Azért ez nagyon egy rózsaszín történet, és hogy ezt, ahogy a kívülállók hallják, biztosan azt gondolják, hogy mennyire szép, mesebeli sztori a tiétek, pedig nyilván azért sok nehézséget is lenyeltetek, és megéltetek mindeközben a 4-5 év alatt. De hát aztán a lényeg, hogy újra kikötöttetek egymás mellett, és boldogok vagytok. Tavaly nyáron volt. Augusztusban? Igen, szeptemberben. Az esküvőtök. Volt az esküvő. Igen. Nagyon-nagyon szép volt, hát most itt áradozhatnak róla nagyon sokáig. Tényleg azt hiszem, hogy olyan volt, amilyennek elképzeltük. Persze az ember akkor érti ezt meg, amikor már végigcsinálta ezt a napot, igen, mert nekünk volt a hagyományos minden, tehát hogy szerettünk volna táncot, szerettünk volna pezsgős kocintást, játékokat, de hogy senki ne érezze magát, az idősebb vendég se kirekesztve, aha, se a fiatalabb, úgyhogy mi erre nagyon-nagyon készültünk, és akkor utána, amikor tényleg hajnali 5-kor lett vége, azt hiszem a bulizásnak, amikor így levettük a cipőnket, és így leültünk, akkor éreztük meg, hogy úristen, azért kicsit elfelejtettük, hogy ez rólunk is szóljon, és ne csak arról, hogy mindenki ott van, de nyilván annyi barátot, rokont, ismerőst kellett ott üdvözölni, hogy nagyon jó volt. Mindketten szerettünk volna egyébként egy ilyen nagyobb esküvőt, mert nekünk a polgári az ilyen nagyon szűk családi körben, aha, egy kicsit előbb már megtörtént a polgári házasságkötés, és hát nagyon sokat készültünk rá, nagyon sokat terveztük, de szerencsére úgy alakult, azt hiszem, ahogyan szerettük volna. És ez az MTVA-val tulajdonképpen ugyanilyen, ha nem erősebb kapcsolatot ápolsz, hogyha lehet így mondani, mert hogy napi kapcsolatban vagy. Tehát viccet félretéve, mindemellett a munka is ugyanolyan fontos a te életedben, mindamellett, hogy feleségként is helyt kell állnod már a mindennapokban. Hát próbálom összeegyeztetni, ez sokszor nehéz. No, de hogy tudod összeegyeztetni, hiszen most a nézőknek elárulhatjuk, hogy most már az M1 híradó stúdiójában vezeted a híreket, főként este. Igen. És késő este találkozhatunk veled ebben az időszakban még, de biztos vagyok benne, és én megelőlegezem azt, hogy a napszakok további részében is láthatunk majd. Hogy lehet összeegyeztetni a házasságot, és azt, hogy egy ennyire pörgős munkád van tulajdonképpen, és hát azért ezek élőadások, és ott helyt kell állni, és ott nem bakizhatunk, nem bakizhatsz, tehát nagyon ritka tényleg, amikor ti híradósok ott bakiztok, és arról mindenki tud, ha bakizol. Igen, hát az országos, igen, televíziónak tulajdonképpen ez az egyik hátulütője, hogyha ott valami nem úgy történik, akkor bizony az kikerül a média felületekre. No, de neked eddig azt gondolom, hogy révbe ért ez a része is, és milyen az M1 híradó stúdiójában ülni? Hát először az összeegyeztethetőségre szerintem erre nem feltétlenül tudok ilyen általános jó tanácsot. Én biztos vagyok benne, hogy amikor két embernek együtt kell működnie, és együtt kell menedzselni a magánéletet és a karriert, akkor azt saját, hogy egyénre szabva kell megoldani, hogy nekik mi a jó. Ráadásul mi most már egy lassan másfél éve Tatabányán élünk, úgyhogy én utazással is egybekötöm ezt a munkahelyet, amit egyébként szeretek, mert mi mindig inkább vidéken képzeltük el az életünket, de azért ez is okoz nehézségeket, meg sokszor fáradtságot. Ami nagyon fontos az, hogy mi támogatjuk egymást abban, amit a másik csinál, azt is megmondjuk, hogyha úgy látjuk, hogy nem annyira boldog abban a fejezetben, ami mondjuk épp a munkahelyén történik, meg azt is, hogyha nagyon szereti, viszont az áldozatokkal jár. Úgyhogy én például, amikor az éjszakai műsorsában vagyok, akkor bent is kell aludnom a tévében, mert ameddig a hajnali reggeli műszak nem kezdődik, addig muszáj, hogy ott legyen valaki, hogyha bármi katasztrófa persze történik. Tehát egy ügyeleti részt is elláttok. Úgyhogy ez nyilván így ijesztő volt az elején, de azért ehhez is hozzá lehetett szokni. Illetve én még vagyok egy egyperces híradóban is, aminek a szerkesztőműsorvezetője vagyok. Ez az M4 Sporton szokott, uh-huh, főleg a meccsek között lemenni. Ez is egy nagy kihívás, mert itt nekem is kell szerkesztenem a híreket. Igen. Viszont ez egy ilyen előre felvett, ez most egy ilyen titok nézőknek. Mint amit most csinálunk egyébként. De igen, ha már itt tartunk, igen.
Tehát, hogy ennek az a könnyedsége, viszont a hírek azok élőben mennek, aha, és minden persze. órában frissíteni kell. Hát ott pedig a nagyvilág és a közélet történései, ami azért most zajlik rendesen, úgyhogy ott abszolút. Is ott beleszerkezthettek ti híradó műsorvezetők a Felkonfokba például, hát, vagy azt megkapjátok legyártva a szerkesztőtől, és ti már csak idézőjelben mondom, nagyon idézőjelben, hogy csak felolvassátok, vagy ott még a híradós műsorvezető beleszerkezthet a hát nem az anyagba, de nyilván csak a felkonferálásba. Igen, a felkonferálásba, ugye, amit a műsorvezető olvas fel, ott igazából megvan a szerkesztési jogot, hogy átírd, vagy kicsit átfogalmazd a saját nyelvedre. Én inkább kicsit rövidíteni szoktam, uh-huh. mert sokszor ugye, főleg, hogyha forrásokat le kell hivatkozni, akkor azért hosszú tagmondatok szerepelnek, és nem biztos, hogy a szerkesztő gondol arra, hogy ez így a pontos, de felolvasva mondjuk a hangsúlyok tekintetében az nagyon hosszú, meg egy-két ilyen kisebb helyreigazítást, hogyha bármi van. Olyan nagyon-nagyon átfogalmazni azért nem szoktam, de alapvetően azért erre van jogosultságunk egyébként. Milyen érzés ott ülni? Ugye ott is azért több kamera van, adott esetben több is, mint most akár ebben a stúdióban, itt ugye most kettő kamera van körülöttünk, de ott azt hiszem, hogy talán több van. Ott igen. ugye Krámmal is dolgoztok, igen, hogyha igen. jól emlékszem, mozgó kamerával. Mi az, amit tudni kell a nézőknek abba a kulisszatitokba, amiben beleengedsz vezetni minket, hogy azért milyen odaülni egy? Mert ugye sokan csak azt gondolják, hogy odaülünk egy asztalhoz, egy asztal elé, és igen, mondjuk a súgógépről a híreket. Mi az, amit te tapasztalsz ott, mint híradós? Hát nagyon, nagyon komplex ez a tapasztalat is. Először, amikor beültem, akkor azért nagyon ijesztő volt, tehát hogy rengeteg élő bejelentkezésen meg forgatáson voltam már túl, amikor abba a székbe beültem. Megint de csak azért, a lépcsőfokok. Azért igen. az a szék, az még így is nagyon ijesztő volt. Egyébként én megnéztem egy másik műsorvezetőt élőadás közben a kulisszák uh-huh. mögül, hogy ő hogyan csinálja. Hát nyilván ő már nagyon profi volt, és nagyon régóta csinálja ezt. És akkor egy pár adás után jött el az, hogy kicsit nyugodtabb tudtam lenni. Tudtam már, hogy nagyjából hogyan kezeljem a súgógépet, a híreket. Nekünk ott van egy kis monitorunk egyébként beleépítve az asztalba amit ugye a néző nem lát, és akkor ott is követhetjük, átírhatjuk még az utolsó pillanatban. És akkor egy-egy anyag között, ameddig nem jön a következő felkonferálás, addig meg még készülünk a következőre, úgyhogy tulajdonképpen így folyamatosan monitorozod, vagy nyomon követed a híreket, de azért nagyon, nagyon jó érzés volt a végén azt mondani, hogy ezt megcsináltam, vagy ezt kipróbáltam. A műsor végén pontosan erre szeretném kihegyezni a beszélgetésünk legvégét, hogyha egy mondattal össze kellene foglalnod a fehérvári fiataloknak, hogy miért érdemes nem feladni, és igenis azokat a lépcsőfokokat bejárni, amiket például te megtettél, és nem feltétlenül a média tekintetében, vagy a média felé orientálódva, akkor mi lenne az az egy mondat, amivel ösztökélnéd, ösztönöznéd őket, hogy igenis fontos az, hogy a céljaink elérését semmiképpen se adjuk fel, főként nem már mondjuk a félúton. Szerintem, hogyha valakinek a tényleg a mai világban van egy olyan terület, ami iránt nagyon érdeklődik, és van rá tehetsége, affinitása, tehát hogy kap a környezetétől pozitív visszajelzéseket, hogy ő ebben jó, és látja magát, hogyha sokat dolgozik egy cél érdekében, akkor azt elérheti, akkor mindenképpen érdemes megpróbálni, mert nagyon rossz arra gondolni, hogy mi lett volna, ha ezt meg ezt megteszem, ebbe a hibába én is egyébként többször beleestem, hogy szerintem mindenki beleesik, és amikor nagyon akarsz valamit, akkor nagyon fogod bánni, hogyha meg se próbálod, és nem tartasz ki. Aha. És nagyon sokszor akkor jön egy lehetőség, amikor az ember egyébként éppen feladná. Szóval érdekesen működik az élet, vagy talán a karma, vagy nem tudom, hogy mi ez. Ki minek nevezik. Hogy sokszor akkor jön a lehetőség, amikor már éppen úgy érzed, hogy fú, lehet, hogy most váltanom kéne, és nekem is tényleg a cél lebegett a szemeim előtt mindig, és ez erősített meg abban, hogy minden nap ezért tudjak tenni, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kivételes dolog elmondani azt, hogy szereted, amit csinálsz,
nagyon megkönnyíti a hétköznapokat, még akkor is, hogyha nyilván ennek a munkakörnek is van egy csomó nehézsége, meg áldozatokat kell hozni érte. Úgyhogy hát összességében ezért. Én azt gondolom, hogyha van egy ilyen belső érzés, meg belső hang, hogy te azt akarod csinálni, és el tudod magadat képzelni ebben a pozícióban, akkor az hajt és visz előre. Én azt kívánom a nézőinknek, hogy legalább, ha már csak a negyed ennyi megvan bennük a munka iránti szeretetükről, hogyha beszélünk, az már nagyon jó. Úgyhogy én azt kívánom a nézőknek, hogy hasonló cipőben járhassanak, és soha ne adják föl a céljaikat, ahogy Zita sem tette. Fantasztikus, hogy itt voltál, és végignézhettük, ahogy kibontottad a szárnyaidat, és elrepültél. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Mi is köszönjük neked. Vendégem Van Bach Bukosz, az Zita volt itt a Fehérvári Beszélgetések műsorában. Én köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.